beledög lesz, legalábbis gondolatilag feladod, benne ragadsz ebben a lelki mocsárban, és áldozatként azt mondod, hogy engem innen mentsen ki valaki, aki dudás akar lenni, pokolra kell annak szállni. Jaj, biztos valami betegséggel küzdesz. Vagy dönthetsz úgy is, hogy újjá születsz. Nézzük meg azt, hogy hogy néz ki a pánikkezelés a valóságban. Azt szoktam mondani, hogy nézzük meg azt, hogy mi történik, ha az utcán rád tör a pánik. Ne hagyd, hogy pátyolgassanak, ne hagyd, hogy ezzel hozzáállással gyengítsék a belső mentális struktúrádat. Testileg is jobban működsz, javul az önbizalmad, az önértékelésed, és egyszerűen belülről erősebbé válsz, főleg a kezdeti időszakban, amikor még rengeteg küzdelmed van a pánikos helyzeteiddel. Ugyanis a hitem mindig a cselekvés után fog kialakulni. Kételem, hogy nem betegséggel álltok szemben, mert azt gondolják, hogy van egy egységes gyógymód erre a helyzetre. Pedig nincs. Korábbi videóimban is mondtam nektek, nincs egységes pszichiátriai kezeléstechnika. A lényeg a rendszeresség, a lényeg az, hogy a sport által kitartóvá és magabiztossá váljál. Nem azt mutatja, hogy elpusztítani fog, nem azt mutatja ez a helyzet, hogy egy betegség, ami téged megölhet, hanem azt mutatja, akkor már kezdesz tartósan jól működni, kezded jól, egyre jobban kezelni a pánikos szorongó helyzeteidet, az otthonod látszat biztonságában, a komfortzónádban, a cselekvés előtt sosem fogod azt hinni és azt érezni, hogy mi az, amivel a legnehezebb szembenéznem a mostani életemben, mi az, amivel nem merek, nem tudok, vagy nem akarok szembenézni. Ezután van lehetőséged, hogy egy új rendszer, egy új egyensúly alakuljon ki.